verssel és dallal köszöntötték a város óvodásai a Várkapu idősek klubjának tagjait, mosolycsalva valamennyi résztvevő arcára. Salgó Tarján hagyományait követve nem csak központi ünnepség keretében, de a település idősek klubjainak felkeresése során is köszöntötték a szépkorúakat idősek napja alkalmából. Az óvodások a műsor mellett saját készítésű ajándékkal is készültek az alkalomra. Az önkormányzat nevében Huszár Máté alpolgármester méltatta az idősebb korosztály tagjait. Higgyék el, hogy akárcsak a családjuk számára, úgy önkormányzatunk számára is nagyon fontosak önök, akik egy egész életet végig dolgoztak Salgótarjánban, Salgótarjánért. Ezért én abban bízom, hogy ez a törődés, ez a figyelem, ami az idősek világnapján önöket kíséri, ez nem csak a mai napon tart ki, és azt kívánom önöknek, hogy minden napjukat ragyogja be valami, ami átsegíti a nehezebb időszakokon önöket, és természetesen még jó egészséget és sok boldogságot is kívánok. Ünnepi köszöntőt mondott még Pereskei Balázs Rita, az egészségügyi és szociális központ vezetője, majd elismerték a klub legrégebbi tagját. Köszönöm szépen, azt nagyon meglepődtem. Jó egészséget!